Következő előadónk Szvetelszky Zsuzsanna, aki élőhelyünk a MEM szféra, a kulturális evolúció mindennapjai és törvényei digitális térben című előadást fogja megtartani, társszerzője Szekfű Balázs. Tisztelettel köszöntöm Önöket, és köszönöm a lehetőséget az előadásra, amelyel elvileg könnyű dolgom lenne, hiszen a nap végén sokkal több témához lehet már kapcsolódni az eddig elhangzottakból. Azonban Gábor Reggeli csodálatos előadásától kezdve Péter mostani lenyűgöző előadásáig nagyon magas labdákat dobtak fel az előadók, és ezért remélem, hogy valami lesz az én előadásomban is, ami leköti a figyelmet, és ami valami érdeklődésre tart számot, hiszen az eszközökről már volt szó, a hálózatokról már volt szó, a technológiáról már volt szó, nagyon sok olyan tényezőjéről volt szó a digitális helyzetnek, a társadalmi helyzetnek, ahol a társadalomtól kezdve az egyénig föl lett villantva számos olyan aspektus, ahol egészleges igénnyel is áttekinthetjük ezt a kérdést, amiről nem volt szó, hogy mi terjed közöttünk. És arról is szeretnék beszélni, hogy hol én nem a társadalomról fogok beszélni, és nem az egyénről, hanem a kettő közötti szerveződési szintről, ami a legfontosabb szerveződési szint annak tekintetében, hogy hogyan terjednek közöttünk képzeteink, véleményeink, hiedelmeink, tudattartalmaink. Ez a fénykép a Yellowstone Parkról készült, ahol gondos erdészeti szakmunkával figyeltek arra, hogy ne legyenek erdőtüzek, így aztán nem is alakultak ki a korábban szokásos, kisebb természetes erdőtüzek következtében a tisztások. Ez nagy baj volt, amikor néhány évtizeddel ezelőtt a legnagyobb erdőtűz kiütött, nem álltak úgymond rendelkezésre azok a tisztások, amelyek megakadályozhatták volna az erdőtűz elterjedését, és ezért egy sokkal nagyobb katasztrófa következett be, mint addig bármikor. Vagyis a természetes önszerveződő terjedési folyamatok tudják olyan spontán módon szabályozni a társadalmi dinamikát, hogy bízhatunk benne, nyugodtak lehetünk, és optimistán láthatjuk a jövőt. Erről szeretnék beszélni, de még egy metafora jelleggel föl szeretném használni ezt az erdőképet. Robin Dunbar, brit professzor nevének említésekor, aki az elméletében, amely 1996-ban jelent meg a Grooming Gossip and the Evolution of the Language című könyvében, arra hívja fel a figyelmet, hogy a neokortex növekedése összefüggésben van azzal, hogy hány csoporttagunkról tudunk információt eltárolni a mentális archívumunkban. Ugyanis primátaként könnyen biztosíthattuk társainkat arról, hogy nem vagyunk agresszívak, megsimogattuk egy picit őket, szakkifejezéssel élve kurkáztunk. Azonban, ahogy lassan növekedett a csoportnak a mérete, és elérte a Dunbari 150 főt, ez egy nagyon híres szám, amire még többször fogok hivatkozni, 150 társunkat már nem tudjuk a klasszikus módon kurkászni, ki kellett alakulnia a nyelvnek, különböző állásfoglalások szerint 100-120-150 ezer évvel ezelőtt, illetve egy másik báziskommunikációs aktusnak is, amiről még bővebben lesz szó. Tehát, hogyha a tüzet most nem képzeljük el ezen a képen, hanem csak egy békés tisztást, akkor kérem képzeljék el, hogy a 40 ezer évvel ezelőtti pleisztocén korabeli tisztáson vagyunk, 150 társunkkal együtt járunk gyűjtögetni, együtt járunk vadászni, együtt menekülünk a támadók elől. A lényeg, hogy mindenki lát mindenkit, mindig, mindenkiről mindenki mindent mindig tud. Tehát az egyidejűségnek és az egyterűségnek egy olyan paradicsomi állapota van biztosítva, aminek az apró hasonlatosságai csak a 21. század elején a mobil és az infokommunikáció hozza majd vissza. Mindjárt látjuk, hogy hogyan. Arról szeretnék beszélni, hogy mi terjed közöttünk, és az alábbi fogalmakra hoznék részletesebb példákat is. A pleisztocén korában, és ezért előre venném a pletyka szót, aminek a kutatása az én szűkebben vett szakterületem, alakult ki ez a báziskommunikációs aktus, ami az evolúciós pszichológiai szakértői szerint, Jerome H. Barkow és Tubi szerint azt biztosítja, hogy minél jobb megfigyelést tehessünk társainkra vonatkozólag, ezáltal a legjobb párt választhassuk ki magunknak, ezáltal a genetikai hagyaték minőségét növelhessük, mondja az evolúciós pszichológia. Valójában évtizedekkel ezelőtt a pletyka szolgálta azt az információ átadást is, hogyha nem volt érdemes elmenni a szomszéd településre, mert útközben megették a szomszédainkat a farkasok. Vagy ha a középkorban Pestisre vonatkozólag statisztikát csak a paptól tudhattunk meg, aki temette a halottakat. Az emberek anyagi állapotára vonatkozóan információt körülbelül a hentestől tudhattunk meg, aki megmondta, hogy mennyi húst vesznek nála. Ezért egy úgynevezett jelentésmódosulásról beszélhetünk, amely először a nyomtatás időszakában következett be. A nyomtatás létrehozta az első rögzített információforrást, és ezzel bekövetkezett az első jelentésmódosulás a pletyka korában. A másodikra még visszatérek. Addig röviden elmondanám, hogy mi a mém. Richard Dawkins fogalmáról van szó, amelyet először 1976-ban ismerhettünk meg, azóta számos kiadást ért meg Siklaki István fordításában. Dawkins, biológus genetikus, a génszó analógiájára hozza létre ezt a fogalmat, amelynek nagyon sok definíciója született máig, szerepel az Oxford Dictionary-ben is. Én azt az elképzelést használom, hogy a kultúrának a legkisebb másolódásra képes eleme. A hírek terjedéséről is szeretnék beszélni egy picit, de inkább egy anekdotával szemléltetve ezt. Amikor ezelőtt 7 évvel, 8 évvel egy vizitúrán voltam, bizonyára emlékeznek, a sziget közben hihetetlen árvíz volt, és véletlenül egy rossz útvonalat választva nem hagytuk el a sziget közt, de találtunk egy szigetet, ahol ki tudtunk kötni, viszont meg akartuk hallgatni este, hogy mit mondanak a hírek, mert valóban erősen esőzött, és a helyi büfében a lelógó tévét nézve azt hallottuk Cikola szigetén, ahol kikötöttünk, hogy Cikola szigetét elöntötte a víz. Bennem akkor egy paradigmaváltás keletkezett. Egyébként le is néztem a padlóra egy pillanatra, mert hogy nagyon komoly ereje van a televízió hatásának. Természetesen nem öltötte el Cikola szigetét a víz. Mondjuk ezt a szót választotta ki a listáról a hírszerkesztő újságíró. Ezzel azt szeretném illusztrálni, hogy ne tegyünk különbséget a terjedő tudattartalmak, és főleg ne igazságtartalmak között, mert az értékváltó lehet a kontextustól és számos más egyéb tényezőktől függően. Arról is szeretnék még példát hozni, hogy hogyan terjed a pletyka, nem abba az általános vonatkozásban, illetve amire önök most mindannyian gondolnak, hanem szintén illusztrációkkal szemléltetve. Nemrégiben 100-150 társammal szokásos évi szilvalekvárhű főzésünkre gyűltünk össze, ilyenkor egy 200 literes üstöt szerzünk, és magunknak egy hétvégi mulatság keretében szilvalekvárt főzünk. Éppen én voltam soron, amikor felhívott egy külföldön élő ismerősöm, aki nem tudott sajnos eljönni erre az összejövetelre, és értesített, hogy a szép színű kendőmet lecsöppentettem. Ezt onnan tudta meg, hogy valaki engem lefotózott, és a fényképet feltöltötte a Facebookra, ami egy nagyon gyors visszacsatolás volt. De erre egy másik példát is tudok, egy hölgyismerősöm jelezte, hogy a kolléganője fényképén, amely szintén a Facebookra van feltöltve, noha csak a tánc közbeni derék volt lefotózva, felismerte a férje kezét. Egy ellenkező tartalmú pletyka a digitális korszakból, amikor egy külföldi szórakozó helyen, ahol magyar diákok is tanultak, a férfiak körében, ahogy ez már szokásos lenni, sorra vették a lányok szépségét, és az egyiket igencsak méltatták, mert az nagyon csinos volt. Köztük ült a lány egy csoporttársa is, aki felvette a telefonjával ezt a dicséretet, és elküldte a hangfájt a lánynak, aki azóta feltette a Facebookra. Tehát, hogy mi terjed és hogyan, azt úgy érzem, hogy alaposan át kell értékelnünk, méghozzá elég gyorsan, mert ez elég gyorsan változik. Vannak azonban olyan dolgok, úgynevezett figuratív magok, ahogy Moszkowicsi hívja a szociálpszichológiából, de nevezhetjük szociális reprezentációnak, metareprezentációnak. A metafora a legegyszerűbb, mert az átvitellel mutatja azt, hogy milyen egyszerű egy központi tartalomhoz kötődni. A metafora az, amit a mémhez is, a pletykához is, a hírhez is, a társadalmi közösségi tudattartalmakhoz kötve jól terjedő dolognak nevezhetünk. Micsinai István kollégám nemrég elhangzott előadásából merítettem az egyik anyagot, ő a Guernica című festménynek a metaforájával foglalkozott, metaforikus jellegével. 1937. április 26-án történt a bombázás, június elejére Picasso elkészült a képpel, és azóta rendkívül sok formában megjelent ennek a festménynek az értékelése. Próbálok lapozni. Ez például egy transformációja a Guernica metaforájának, de ehhez tartozik az a legenda is, hogy amikor bejelentették az Irak elleni bombázást, akkor letakarták az ENSZ épületében levő Guernica másolatnak a képét, amikor ott állt előtte Colin Powell és bejelentette, mondván, hogy homogén háttér kell a felvételhez. Nagyon sok ilyen kép készült még a Guernica mintájára. A magva, a figuratív magva egy nagyon jó terjedő metafora. Ez a metafora nem a tömegkommunikáció eszközeinek a segítségével terjed top-down, hanem egy bottom-up módon a közösségnek az önszerveződő eljárásaival, ami teljesen más, mint amit a sajtó, az elektronikus média el tud érni. És ahhoz, hogy ennek a részleteibe belelássunk, tekintsünk hát néhány memetikai alapfogalmat. Elsősorban Dawkins, másodszorban Susan Blackmore, illetve a hazai szakirodalomban Mérő László nevét szeretném említeni. Tehát, mint láthatjuk, egészen rövid és egészen hosszú tudattartalmak is lehetnek mémek. A maga a mém szó is egy jól terjedő dolog, tehát azt mondják, hogy a mém is egy nagyon jó mém, és nagyon jól megvilágítja annak a működését, ahogy hirtelen megszínez valamit, valamilyen dolognak a terjedése. A definíciók után tekintsük hát a párhuzamot. A biológiában a replikátor a gén, a pszichológiában pedig a mém. A biológiában az élő lények, azok, akiket lényeknek tekinthetünk, a pszichológiában a kognitív sémák, a biológiában az életjelenségekről beszélhetünk, produkciók kapcsán, a pszichológiában pedig gondolatok. Szándékosan nem említem a harmadik oszlopot, a vállalkozáshoz, a gazdasághoz tartozó az oszlopot, ami egy kínálkozó párhuzam, de úgy érzem, hogy az első kettőnek az áttekintése a fontos, és a másik kettő után folytatni lehetne a sort bármelyik területén az életnek. Hogy hogyan terjednek a mémek, annak kapcsán egy kicsit kéne beszélni arról, hogy mi lehetett az első mém, vagy hány mém van egyáltalán a világon. Haheper részenebb egyiptomi írnokot idézi Jan Assmann a kulturális emlékezetről írott könyvéből, aki elég hosszú versenyben azon kesereg, hogy bárcsak lennének neki még ki nem mondott mondatai, el nem hangzott szavai, de jaj, már mindenki elmondott mindent. Ez jó néhány ezer évvel ezelőtt íródott, és ez azt jelenti, hogy már akkoriban nagyon sok olyan mém jellegű dolog volt regisztrálva a társadalmakban, amelyeket újra és újra felfedeztünk magunknak. Ilyenek a közhelyek, ilyenek az archetípusok, ilyen mindazon figuratív mag, ami hálózatokban utat tör magának. Márpedig a hálózatokat nem csak nagyon korán kialakítottuk, ahogy ezt Csermely Pétertől megtanulhattuk, de reflektáltunk is rá. Az egyik reflektált hálózat a guangxi, vagy guangxi, biztos nem ejtem helyesen, a kínaiak által nagyon konkrétan leírt hálózat, ahol még az egyes hálózati csoporttípusokat is bejelölték. De beszélhetünk információ átadási útvonalaktól, az aranyhordától kezdve a selyemútig, amelyek mind-mind arra voltak hivatva, hogy a csoporttársak, illetve a többi társadalom csoport számára fontos információkat elterjesszék. Ez az állítás foglalja azt, hogyan vihetjük át az ismereteket, az analógiákat. Ehhez én annyit szeretnék hozzátenni, hogy az terjed jól, ahol a régi és az új meglepő módon kapcsolódik. Hozok el egy példát. Például... ha arra gondolunk, hogy ennek az előadásnak a témája tekintettel egy igen rejtett társadalomtudományi jelenségről van szó, nehezen mérhető, vegyünk egy másikat. Nemrégiben a kertészettudományi szaklapokban nagy sikert aratott az alkalmazható cikk, ami arról szólt, hogy hogyan lehet mérni a rózsa nyílását, amivel a rózsa szépségét lehet optimalizálni, és ezáltal a rózsa eladását és értékesítését lehet növelni, ami azért terjedt túl egy kicsit a kertészeti szaklapokon is, mert a rózsa az egy nagyon régi szimbólum, nagyon sokak által érintő témában érzelmeket bennünk előhívó szimbólum, míg a mérés, a precizionálás, a racionalizálás, az már a 20. századi tudományos mérnöki szemléletének a terméke, és a kettő ötvözete az, ami kellemesen meglep bennünket, és terjedésre késztet. Nem minden mém. Sőt, nagyon kevés mém van, de zavarba jönnék, hogyha arra kérnének most, hogy mondjanak egy mémet. Maga Dawkins sem ír a könyvében konkrétan mémet, illetve a memetika rajongói nagyon sok mémet felsorolnak, azonban mindig kontextus és környezet kérdés, hogy mi tekinthet-e mémnek. Nem mémek az alapérzelmek, az attitűdök, az ösztönök, az énvédő mechanizmusok, az alapvető pszichológiai működésünk, és nem mémek a gazdasági környezetünk sem. Ezt csak akkor tudjuk megállapítani, hogyha sok különböző csoport kommunikációját megfigyelve, leszűrve állapítjuk meg, hogy mi az, ami stabilitást mutat, ha lehet minél hosszabb időn keresztül, mert a hosszú idő a terjedés egyik garanciája. Viszont, noha az alább felsoroltak nem mémek, meghatározzák a mém komplexumoknak az életfeltételeit. Vagyis például, hogyha egy átlagos falusi közösségben elterjed valakiről, hogy lop, az egy egészen más visszhangot kiváltó mém, mint hogyha egy maffiának az egyik tarjáról azt terjed el, hogy nem lop. Pontosabban ezek elég hasonló mémek, de az eltérő környezet az, ami más visszhangot és más továbbterjesztési mechanizmusokat vált ki. A memetikai marketingről azért nem szeretnék beszélni hosszabban, mert egyfelől időigényes, másfelől pedig nagyon nehezen szétválasztható egyelőre azokkal a szinonimákkal, amivel ma elsősorban a közösségi hálók ismeretében a vírusmarketinget, a szájpropagandát, a word of mouth-t, vagy az úgynevezett NPS-t emlegetik, ez utóbbi a Net Promoter Score, ami arról szól, hogy hogyan ajánlanánk egy 10-es skálán hanyas fokozattal valakinek valamit. Mint mondtam, tényleg nem szeretnék marketing kitérőt tenni, arra azonban felhívom a figyelmet, hogy ezen a téren minden jel szerint optimisták lehetünk, mert a természetes viselkedésünket, a terjesztési késztetésünket nem nagyon tudják befolyásolni. Mi talán egy kicsit tudattalanul is sokkal jobban védjük magunkat ennél, és ezért a csoport úgymond nem megvásárolható. Vannak kezdeményezések, ilyen például az astroturfing, ami az álfogyasztói csoport, hiszen ahogy szó volt például Pintér Robert előadásában, az ajánlásokkal létrejönnek azok a csoportok, amelyek szállást, éttermet vagy bármi mást ajánlanak, ennek mintájára létrehozták már a vállalatok az álfogyasztói csoportokat is, ez az astroturfing jelensége. Viszont ez nem tud sokáig élni, ez egy életképtelen jelenség, nem csak a törvénykezés szűri ki, hanem maguk a felhasználók, mégpedig azért, mert nagyon sokan vannak, szűrik ki ezt a jelenséget, és a résztvevőknek a tömeges mi volt a biztosítja a kiegyensúlyozott, spontán dinamikát. Ezzel egy másik fogalomról szeretnék beszélni, az előző előadáshoz kapcsolódva, ez a hálózattudat. Hiába volt Guangxi, Selyemút, Aranyhorda, vagy számos más olyan archaikus hálózat, ami információ terjesztésében vagy viselkedésében igen, a maihoz hasonló formákat öltött, arra csak a digitális korban van lehetőség, hogy ennyi adat birtokában és ilyen eszközökkel olyan jelenségeit vizsgáljuk meg a hálózatoknak, amire korábban nem volt lehetőség. Ez azonban még egy dolgot biztosít, ha én egy kattintással generálhatom a topológiát, azzal ugyan fel kell kínálnom magammal valamilyen ismeretet, de cserében a hálózat is ad nekem magáról egy ismeretet. Tehát egy teljesen más szintje jön létre a hálózathoz való viszonyuláshoz azzal, hogy a tömegek láthatják, hogy hogyan illeszkednek egy társadalmi térben. Bizonyára sokaknak volt önök közül IVIV térképe, ahol nagyon jól lehetett látni, hogy melyikünk kihez kötődik. Biztos vagyok abban, hogy a teremben ülő sok természettudós, illetve mérnök joggal vonná föl a szemöldökét az epidemiológia, a disszemináció, a diffúzió és a perkoláció szavak hallatán, amelynek tudom jól, hogy a fizikában és a biológiában is nagyon jól meghatározott jelentése van. Egyébként azon szerencsés társadalomkutatók közé tartozok, aki fizikusokkal és biológusokkal is dolgozhat együtt hálózatok modellezésén és kutatásán. Azért soroltam föl itt ezeket fekete szavakat, mert azt kívánom ezzel jelezni, hogy kezd kialakulni egy közös nyelv a természettudósok és a társadalomkutatók között, ez pedig a hálózatok divattá válásának, ahogy az egyik előadásban elhangzott, köszönhető, és mi is egyre gyakrabban használjuk ezeket a szavakat és a kifejezéseket. Az, hogy hogyan terjed valami, azt az ábrán szemléltetve úgy tudnám elmondani, bár a mikrofonhoz ragaszkodva, egy picit, hiszen ha jól tudom, akkor anélkül nem hallatszom. Az alsó pöttyöknél az egyéneket képzeljék el, kérem, ahol rezonancia történik. Egyéni történeteinket osztjuk meg egymással. Hogy mi történt otthon, a családban, abban a 150 fős pereputyban, ahova tartozunk. Itt engedjék meg nekem egy etimológiai kitérőt. Ez a pereputy, ami németül zippe, nagyon hasonlít ahhoz a tőhöz, ami az angol gossip szóba van. Ez a god plusz szib szavakból áll össze. A szib azt jelenti, hogy to akin, to relate, de az ógörög és a latin plexo is a hálóhoz kapcsolódik, már csak a kompletségre és a komplexitásra szeretném felhívni a figyelmüket, és ennyi volt az etimológiai kitérő. Nos, tehát a legelső szinten egyénenként osztjuk meg történeteinket, rezonálunk egymásra. A következő szinten, ahol már csoportok osztják meg egymással történeteiket, egy sokkal komolyabb stabilizálásról van szó, hiszen egy csoport szinten szilárdá vált normát viszünk át a szomszéd faluba, vagy a szomszéd telephelyre. Amikor ez annyi visszaigazolást nyer, hogy a társadalom szintjére emelkedik, akkor társadalmi normáról beszélhetünk, illetve napjainkban elértünk a legfelső szintre is. A globális szabályok, globális törvények, globális kánonok is létrejöttek. Ha alulról fölfelé mutatok egy nyíllal, ez a bottom-up, önszerveződő kommunikáció képződést jelenti, ahogy terjed az információ, ha pedig fölülről lefelé mutatnék egy képzeletbeli nyíllal, az a top-down, föntről lefelé irányított információt, aminek sokkal nagyobbak az esélyei, hiszen az eszköztára jobb, akár a tömegkommunikációra gondolunk, akár bármi másra, csak hogy a 20. század végén megfordult a helyzet, hiszen, és főképpen a közösségi oldalakról eddig hallottak ismeretében, tudhatjuk, hogy mára a tömegkommunikáció talán már más jelent, hiszen a tömegek is csinálják a kommunikációt. Lassan többen írunk, mint ahányan olvasunk, elképesztő mennyiségű kép és szöveg születik, tehát egy hihetetlen mértékű változás indult meg abban, ahogy a felülről lefelé irányított, illetve az alulról felfelé képződött kommunikáció találkozása változik. Itt szeretnék visszakanyarodni ahhoz, hogy a pletykát minden szent írás tiltja. Ez annak köszönhető, hogy rágalomként és intrikaként még nem választották el a jelentés módosulás elől, de azért is illik ehhez az ábrához, mert mutatja azt, hogy a felülről lefelé irányított információ birtokosainak nem érdeke az, hogy a tömeg egy kvázi nyilvánosságban reflektálhasson a helyzetére. A felső és az alsó irány mellett most az oldalsó irányról szeretnék beszélni, aminek a terjedését egy kísérlettel mértük meg. Egy az IVIV területén végzett kísérlettel, illetve a valós életben végzett kísérlettel. Azt kérdeztük meg 201 néhány embertől, hogy hogyan ad tovább egy rossz hírt, egy jó hírt, stb. Néhány terjedési tudattartalom fajtát. Megkérdeztük, hogy elmesélné az öccsének, elmesélné az öccse barátnőjének, elmesélné az öccse barátnőjének a szomszédjának, elmesélné az öccse, és így tovább, és így tovább. Elképesztő változás következett be az első 3 lépés távolság után. Lényegében senki nem érzékelte csak a szociális terét, amit ugye 6 lépésnyiként jellemeztünk, ez az egész világra vonatkozik, ahol mi magunk kommunikálunk, ahol a saját 150 fős csoportunknak a tudattartalmai terjednek, az 3 lépés távolságra van. Amit mutatott volna az a slide, ha ügyesen sikerült volna előhívnom, ez sajnos nem sikerült. És akkor a változásról szeretnék beszélni, ahol az előbb mutatott folyamatokra hoznék néhány példát. A rezonancia alatt olyasmit képzeljenek el, amikor az antropológus tapasztalhatja egy faluban, hogy noha mindenki elítéli a kártyázást, azért, ha ő betér esténként, akkor minden családnál behúzott ablak mögött kártyáznak. Illetve a Közel-Keleten nagyon sok olyan hölgy van, aki nyíltan elítéli a fogamzásgátlást, de lehet tudni egész falvakról és városrészekről, hogy mindenki rendel fogamzásgátlót. A transformáció már egy másik síkja a közösségi tudattartalmak terjedésének. Itt arról van szó, hogy elterjedt, hogy a San Franciscoi víztározóba kábítószert tettek illetéktelenek, és ezért a vízcsapból folyó vízfogyasztása életveszélyes, illetve Magyarországon is hallhattuk, ha többen talán még emlékeznek rá, hogy a Gellért-hegy előbb-utóbb bele fog csúszni a Dunába. A fázis átmenet, ami már egy sokkal erőteljesebb mozdulat, arról szól, hogy a tömeg egyszerre mozdul. Ilyen az, amikor 2004 márciusában a spanyolországi robbanás után órák alatt Bilbaótól Szevilláig több ezren mozdultak meg az SMS-nek és az internetnek köszönhetően, és kormányváltozást idéztek elő, illetve ilyen lehet egy bankostrom is, amikor nagyon gyorsan, drámaian megváltozik a részecskéknek a viselkedése. Az amplitúdó pedig egészen társadalomközi változásokat is megindíthat. Ilyen példa, amikor Szentpál hatalmas területeket mondják, hogy 10 000 kilométert járt be személyesen és végezte térítő munkáját, illetve a Könnyező Mária képnek a híre egy magyarországi csata esetén úgy állítólag a korabeli források szerint sikerre vitte a csatát, tehát a magyarok nyertek, mivel az erejük megsokszorozódott annak a hírnek a hallatán, hogy Mária velük van. És ezzel az ábrával gyorsan az átalakulás lépéseit szemléltetném. Amikor teljesen fehér, akkor még minden eleme változhat annak, ami terjed. Utána, mint látjuk, már felbukkant egy elem, de mindig más helyen van az adott komplexumban, a terjedő történetben, mesében, legendában, sztoriban, hírben. Aztán egyre több eleme válik konstansá, de ezeknek az együttjárása, kovariánsa még mindig mozoghat. Végül már alig marad változásra hely, majd a teljesen fekete formában láthatjuk, hogy csak koegzisztáló elemek vannak, és kanonizálódik az információ. Hozzáteszem, hogy amikor ez alulról fölfelé történik, ahhoz azért évszázadokra vagy évezredekre volt szükség korábban. A manapság nagyon sok példa van arra, hogy ez sokkal gyorsabban történik meg. De van, ami nem változik, ilyen az archetípusok, a Legkisebb királyfi, a Molnár, az ördög, az apa, az anya, a Hamupipőke meséje 5000 évvel ezelőttről származik az első archetípus Kínából. Ilyenek a mítoszok, a népmesék, az úgynevezett figuratív mag. Azzal lehet a változást előhívni, hogyha a függetlenség és hitelesség jellemzi azt, akitől halljuk, és ezzel bevonást, beágyást és elmélyítést érhet el. Mivel, ha jól látom, időm csökken, erre szeretnék hozni egy példát, mégpedig a letális narratívára. Talán sokan emlékeznek, hogy 2004 karácsonyán hatalmas cunami pusztított az Indiai óceán térségében, ahol sok turista meghalt, akik pedig földrajzból érettségizve tanultak a cunamiról. Nem így azok a benszülöttek, akiket a szakrális vezetőjük azonnal a legmagasabb hegy tetejére hívott, mondván, hogy a tenger visszahúzódása annak a jele, hogy haragszik az Isten, az Istent pedig csak úgy lehet megengesztelni, ha a legmagasabb hegy tetejére húzódva imádkozunk hozzá. Ez lényegében egy ugyanolyan praktikus tanács, amit meg lehetett volna fogalmazni tankönyvszerűen vagy tankönyvízűen is, azonban narratíva, letális narratíva formájában sokkal jobban tudott évezredeken át továbbadódni, már pedig cunami nem minden nap van. Ennek a narratívának az a funkciója, hogy megmentse azoknak az életét, akik ilyen katasztrófa közelébe kerülnek. Az utolsó pontra szeretném felhívni a figyelmüket, ami a terjedést jellemzi, az adekvát és releváns tartalom és tudás megosztásról. Ez egy olyan eredmény, amit 2008-ban mértem egy szociológus kollégámmal, Sterk Barbarával, és arra lettünk figyelmesek, két korosztályt vizsgáltunk, a 14-15 éveseket, illetve a 17-18 éveseket, hogy a fiatalabbak már nem az eszközre és a kütyűre figyelnek, és nem a birtoklásra. Számukra már az a dicsőség, hogyha eltalálják, hogy melyik mit érdemes küldeni, és tudják azt, hogy kit milyen spamekkel, hoaxokkal, fölösleges információval nem szabad zaklatni. Ezzel úgy érzem, hogy egy etikettváltozás előtt állunk, és azt hiszem, hogy sokat tanulhatunk attól, abból, ahogy a fiatalok megvalósítják ezt, hogy hogyan terjed az információ, arra egy saját készítésű hálózatot hoztam példának. Az Oral History archívumban van a hálózata azoknak az 56-os visszaemlékezőknek, akik egymást említik. Ha látjuk ott azt a kis sárkányszerűséget, papírsárkányszerűséget, ők azért vannak annyira külön, mert ők a BBC újságírói, ezt nagyon szépen mutatja az ábra, ezt az elkülönülést. És még röviden a terjedés kulcsfiguráira hívnám fel a figyelmeket, akiket sokféleképpen neveznek, hívják őket hubnak is, véleményvezérnek is, a Rich Club tagjainak is, illetve az imént előadó Csermely Péter blogjában találhatjuk az értékkör megnevezést, ami nekem az egyik legrokenszenvesebb, és ami a legtöbbet elmond, hogy hogyan tartozunk természetes módon egy közösségbe. Drámai fordulatokra a terjedésben akkor számíthatunk, amire már hoztam példát, tehát Bankostrom esetén mondjuk, illetve a madridi események kapcsán. Itt csak annyit mondanék, hogy a terjedés nagyon szépen rajzolja ki, hogy van, amivel kapcsolatban arra érzünk késztetést, hogy terjesszük egy információ. Rémhír esetén már cselekvésre, tehát mondjuk veszünk húst, ha úgy tudjuk, hogy felmegy a hús ára, illetve pánik esetén, ahol egzisztenciálisan vagyunk fenyegetve, menekülésre. Ez pedig a terjedésnek az erejét jellemzi. Az, hogy miért lettünk ennyire önszerveződőek, és miért nőtt meg a hálózattudatunk, az illusztrálja, hogy túl sok egyéb módon terjesztett információval vettek körül bennünket. Már nem látjuk a tapéta mintáját, mert túl sok helyről tárul elénk az információ, és ezekre az aktusokra vannak a fogyasztói válaszok megszerkesztve, ahogy valaki eltérít egy márkát, vagy kisajátítja azt. A jövő trendjei ezen a területen belül szeretném hangsúlyozni, az alábbian felsoroltak. Nemrégiben hallottam, hogy számos amerikai vállalatnál már úgynevezett corporate storyteller is van, ami egy nagyon érdekes pozíció lehet. Én még röviden annyit szeretnék megfogalmazni a jövőbeni kutatásokkal kapcsolatban, hogy igaz, amiről eddig beszéltem, az nem mind mérhető, illetve nagyon nehezen mérhető. De amiben a perspektíva van, ahhoz ma már számos olyan modell áll rendelkezésünkre, ágens alapú szimulációs modellekre gondolok, amivel a legfontosabb kérdést mérhetjük, vagyis, hogy mennyi kockázatot vállal az egyén ahhoz, hogy hatékonyan monitorozzon, hatékonyan szerezzen információt. Én azt gondolom, hogy ez a terjedéssel és a memetikával kapcsolatos kutatások legfontosabb kérdése, és köszönöm a figyelmüket.